Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Komáromi Zoltán, beteggyógyító, házi orvos, ezen kívül egészségügyi politikus. Na, hogy ezt a kettőt hogy sikerül neki együtt csinálni, erről fogatom már hónapok óta, de még nem sikerült a végére járnom. Szép jó reggelt kívánok! A rendelője túl van a felújításokon? Még folyamatban van, úgyhogy bízunk benne, hogy 3 hét múlva visszaköltözhetünk az eredeti helyünkre. Tehát már csak 3 hét van azoknak, akik lábukat akarják törni ott a felújítás miatt. És nagyon szép rendelőben úgy intézte a 12. kerületi önkormányzat, hogy egy régi kiürített gyerek rendelőbe mindig átköltözteti 3-4 hónapra az éppen felújítandó rendelő bedolgozókat, és ez egy nagyon civilizált megoldás. A minap egy orvossal beszélgettem, aki egy kolléganőmnek volt a vendége itt a stúdióban, és éppen arról beszélt, hogy milyen jó volt régen, egy ilyen nagy sztorizás volt, amikor a beteget ki tudta kérdezni, hogy és még milyen orvosnál járt, és még mit írtak föl neki, és hogy ezt szedje be, azt szedje be. Önnek mikor van ideje beszélgetni a betegeivel? Hát, amikor erre időt szakít az ember, erre jó az előjegyzés, hogy megy a napi rutin, tulajdonképpen a daráló, mert azért egy keményebb napon 70-75 beteget ellátunk. Én még a 68-nál tartottam, de nekem még az is sok. De abban van, hogy elvesztette a receptjét, vagy kér egy beutalót. Tehát van, ami tényleg néhány másodperc alatt történik, és akkor akinek ilyen probléma van, annak általában vagy a rendelés előtt, vagy a rendelés után adok időpontot, hozzá el a papírjait, azt néhány nappal előtte, hogyha tudja, akkor azt a asszisztenseim már földolgozzák, beviszik a gépbe, én nekem is van egy képem róla, és akkor tudunk. Akkor beszélni. Ha megengedi, én a 2020 első leghülyébb kérdését már is fölteszem. Vajon ez a felhő, amiben a receptek fölmennek, képes lesz-e valamikor arra, hogy két ütköző gyógyszer kilője egymást, illetve valahogy jelezze azt, hogy valaki föliratott valakivel valaminek az ellenkezőjét, illetve az jó indulaton fölírta, aztán ön is fölírta, és a két hordozó anyag, vagy az egyik a másikat nem csak hogy kiüti, hanem még a gyógyulásban sem segít. Én úgy gondolom, hogy a gyógyítás több ezer éve egy szakmai, emberi tevékenység, de hogy ezt milyen technikával támogatja a informatika adott esetben, ott lehet tulajdonképpen, hogy hogyan működik és hogyan fog ez segíteni. Jelen pillanatban az a gond a felhővel, hogy az intézményeknek egy része nem tölti fel az adatokat, tehát ott van a kórházi számítógépen, de az nem kerül be a felhőbe. De akkor jöjjön önből elő az egészségügyi politikus. Nem lehet kötelezni azokat a kórházakat, akik az állam pénzén működnek, hogy az állam által is és általunk datált, felhőbe helyezett. Itt volt az előbb dr. Péter Falvi Attila, az adatbiztos, a NAI elnöke, akivel többször beszéltünk már erről, hogy ez annyira zárt rendszer, és ennek ez a helye. Igen, de hogyha nem táplálnak be egy adatot, akkor ezt lekérdezni se lehet, és egyébként 2 éve kötelezett minden állami finanszírozás. Kinek kéne megbüntetni azokat, akik ezt nem töltik fel? Van erre egy csúcsintézmény, úgy hívják, hogy állami egészségügyi ellátóközpont. És ebben az egészségügyi ellátóközpont ne küldjön engem, hogy kérdezzem meg őket. Ön biztos tudja, hiszlaponta foglalkozik vele. Van ott valaki, aki ezt figyeli egyáltalán? Van. Milyen büntetéseket fizetés szabnak ki? Hát semmilyen büntetésről nem tudok, semmiféle szankcióról nem tudok. Most lesz így izgalmas történet, ugyanis január 1-től, tegnap óta, a magánfinanszírozású intézményeknek is fel kell tölteni az adatukat, illetve most még csak csatlakozni kell a rendszerhez, és július 1-től az adatokat fel kell tenni. Ez azért lesz érdekes, mert például a cukorbetegeim, mert minden évben egyszer el kell küldeni egy szemfelékvizsgálatra. De hogyha nem kap időpontot a személyzeten, akkor kénytelen elmenni a saját erei
felmérésére magán szolgáltatóhoz, ami nekem semmiféle adatom nincsen, és ami még rosszabb, a cukorbeteg gondozásomat az OEP úgy értékeli, hogy én nem küldöm be, amit tudom én, 180 cukorbetegem közül 60-at nem küldtem el szemfenék vizsgálat, és emiatt engem büntet. Holott ezek a betegek minden évben tisztességesen elmennek a saját érdekükben a szemfenék vizsgálatra, csak nincs nyoma, mert nincs fönt. De ott gondolom kapnak valami papírt, akkor oda tudják, be tudják hozni önnek, és akkor az én ezt tudom, és csak én minden papírra menjek be a Váci útra, és mutassam meg, hogy az én betegem tényleg volt szemészeti vizsgálat. És az ön asszisztense ezt nem tudja föltölteni a gépre? Föltölti, én látom, az OEP viszont nem látja, és ezért az OEP engem szankcionál. Tehát azért nagyon sok ilyen furcsaság van, amit megoldana egy jól működő felhőrendszer, de például most is még fél évvel meghosszabbították azt, hogy még mindig ki kell nyomtatnunk a receptet, független attól, hogy föltesszük a felhőbe, mert addig, amíg ki nem nyomtatja a számítógépem a receptet, addig tulajdonképpen nem rakja föl a felhőbe, fordítva, amíg nem rakja föl a felhőbe, utána ki kell, hogy nyomtassa ahhoz, hogy az ott is maradjon. Ha nem nyomtatom ki, akkor visszahívja. Tehát akkor azt akarja mondani, hogyha például ön lenne az én házi orvosom, és ön fölírna nekem valamit a felhőbe, és én köszönöm, nem dolgozom papírokkal, szépen elslattyognék a patikába, akkor ennek ellenére ön egy tékozló doktor kiprintelni ezeket, és fogná is utána megsemmisíteni. 90 nap múlva, mert ugye ez is előírás, hogy 90 napig nekem őriznem kell, mert esetleg a feledékeny beteg mégiscsak bejön a receptér, és azt mondja, hogy akkor mégiscsak adja ide a doktor. Szóval... Erre vásárolt külön szekrényt, hogy tárolja? Hál' Istennek nekem csak 90 napig, ez körülbelül egy ekkora stóc így egymás mellett, és akkor minden hónap 31-én... ABC sor? Igen, névsorban vannak, és minden hónap utolsó munkanapján a recepciós asszisztens munkaköri feladatai így átnézi, és akkor a 91 naposakat kiteszi a rendszerbe. Amióta egészségügyi szakpolitikus lett hivatalosan is, és letette a voksát a DK-nál, azóta mivel foglalkozik? Azon kívül, hogy ráérő idejében beteget gyógyít. Néhány kerületnél átnéztük a alapellátás és a járóbetegellátás kapcsolatát, és tulajdonképpen mind a 6., mind a 7., mind a 11. kerületben azért kiderült az, hogy a járóbetegellátás kapacitása milyen alatta van a háziorvosok által ellátott krónikus betegeknek a gondozási igényét. Tehát amikor egy protokollszerűen egy beteget, egy cukorbeteget, egy magas vérnyomású beteget, egy koszorúérbeteget gondozok, le vannak írva, hogy milyen vizsgálatokat kell még panaszmentes esetben is minden évben megnézni, azért, hogy megelőzzük a nagyobb bajt. Na most ezeknek a betegeknek, akik ott élnek ezekben a kerületekben, a gondozási ellátási igénynek a töredéke van finanszírozva a járóbetegellátásban. Ez azt jelenti, hogy ezért vannak ezek a hosszú várólisták, mert a betegek nem tudnak hozzájutni. Most ez lenne a fővárosi vezetésnek a feladata, hogy akár ennek az 50 milliárd forintnak a terhére, akár plusz források bevonására, ezeket a kapacitásokat egymáshoz igazítsa, hát amelyik kerület erre majd oda fog figyelni, annak lehet, hogy jobb dolga lesz. Dühöng az influenza járvány, hetekkel ezelőtt elkezdődtek az oltások. Milyen eredménnyel jártak ezek? Most egy kicsit több ember jelentkezett védőoltásra, de influenzáról még szó nincs. Hála Istennek ezek a karácsonyi ünnepek. Tehát a takony és az influenza az nem ugyanaz. Az egyikbe bele lehet halni, a másik meg kellemetlen 3-4 napig, azért van különbség. Az influenza egy nagyon agresszív betegség, vírusos betegség, aminek egyébként vannak légúti tünetei is. Értem, mennyien vették az idő a szépkorúak közül igénybe az idén? Most, ha jól emlékszem, akkor olyan 300 körül tartunk a védőoltásban. Általában a jobb években 400-500-at is beszoktunk adni, most nem tudom, hol tartunk pontosan, mert nem néztem át. De influenza még most fog indulni, tehát ahogy elkezdődik az iskola jövő héten, és a gyerekek egymásnak majd átadják a vírusokat, bacikat. És hazaviszik, nem baci, vírus. A vírus, igen. És hazaviszik, onnan fog indulni, tehát általában olyan 15-20-a körül elkezd meredeken föl. Akkor most kezdődnek majd a kórházakba is a látogatási tilalmak. Így van, és még hogyha valaki még úgy gondolja, hogy ezt a védőoltást érdemes megkapni, akkor ezen a héten, vagy jövő
felvételeim még erre mód van. Ez ilyen last minute akció, hogy még egyszer. Még egy nagyon kevés időnk van. Ilyet a javasasszonyoktól szoktak kérdezni, de egy egészségügyi politikus, praktizáló orvos csak meg tudja mondani. Ezek a patikában kapható vitaminkészítmények mennyire segítenek nekünk ezeket a nehéz napokat túlélni? Nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát igazából ez egy nagyon jó üzlet vitamint forgalomba hozni a ballábasaknak, a jobblábasaknak, a szőkéknek, a barnáknak, a fiataloknak, időseknek. A szervezetnek a immunrendszerét kellene valahogy karbantartani, egészséges táplálkozással, olyan védőoltásokkal, ami védhető betegségek ellen, ugye véd. Egészséges életmód, mozgás, a túlsúlynak a felszámolásával, tehát nagyon sok módszer van, és egyébként, ha már egyszer az ember végig gondolja, hogy milyen szituációkba kerülhet, tehát, hogy rengeteg emberrel találkozik, akik ugye hordozhatnak bizonyos vírusokat, akkor mosson mondjuk naponta 10-szer kezet, vagy legyen nála egy alkoholos készfertőtlenítő, vagy például, ha olyan környezetben, hogy valaki tüszköl, köhög, akkor vagy szóljon rá, hogy használjon zsebkendőt, vagy menjen el onnan, vagy forduljon el onnan. De hát önnek teljesen igaza van, de a postákon, a bankokba, a patikákba megszüntették ezt az üvegvédőrendszert, ami sokkal könnyebben ráprüszkölnek az emberek. Az biztos, viszont én is a rendelőmben, ott van az asztalon egy dobozba ez a, tehát hogy mondják ezt a kozmetikai kendő, de hogyha abból is egy három rétegűt használ az ember, az használható papírzsebkendő helyett, és az egy mozdulattal fölvehető. Asszisztensnőm is, én is rászólunk a betegre, hogyha tenyerébe köhög, vagy tüsszen, mert akkor viszi tovább a betegséget, az és ez rengeteget számít. Ünnepek alatt Németországban voltam, és még a közértekbe is találkoztam készfertőtlenítőkkel ingyen és bérmentve, a WC-k be- és kijáratánál mindenki leöblíti vele a kezét, még a benzinkutaknál is. Így, ez teljesen jó. Most az új rendelőnkben a felújítás után az ajtó mellett lesz egy ilyen adagoló, most ezt automatikusan megszerveztük, és az lesz a felirat, hogy mielőtt az orvosi rendelőbe belép, legyen szíves, fertőtlenítse a kezét. Ez szerintem rengeteget fog, mert ez egy igényt is. Egy csomó bacillust kizár. Egyrészt, másrészt egy igényt kialakít a betegben, hogy ezt a kézfertőtlenítést majd otthon is, meg máshol is csinálja, és ez egy kultúra, hogyha ez szépen valahogy beveszi magát a közgondolkodásba, szerintem rengeteget fog számítani. Én amikor a kocsimba beszállok, akkor szoktam a kezemet fertőtlenítem, mert akkor érek a magánszférámba, meg utána legközelebb otthon. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szívesen. Sok egészséget, és természetesen az év minden napján, majd minden napján várjuk. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Komáromi Zoltán, működő, praktizáló, háziorvos és egészségügyi politikus volt a vendégünk. Most következő vendégünk az előzetes után jön.